A napok óta tartó havazás, illetve a nehézkes útviszonyok ellenére nem történt semmilyen közúti baleset Bácskosútfalva környékén a hétvégén. A helyi útszakaszokat főként nagy teljesítményű traktorokkal tisztítják. 24 órás ügyeletet tartunk, 78 utcában sikerült eltakarítani a havat, úgyhogy folyamatosan történt. A Standard kommunális vállalat és a PIK Moravica segítettek ebben. A településen több keskeny, mindössze 7 méter szélességű kis utca van. Ezeket is sikerült járhatóvá tenni. A bácskosútfalviak nagy része örül a hirtelen jött hótakarónak. Én örülök neki, régen is volt. És mennyire tisztítják az utakat, hogy értékeli? Hát éppen máma szittam a tisztítót, nagyon hajtott, azt leveri a keskeny utca, azt leveri a téglát a házon. De mind jó. Tűzre valóval hogy bírják? Az nagyon szőke. Hogy mondjam, hosszú volt az ősz is, meg az ősz, azért mink öregek, már nekünk tizálni kell. Én ennek nagyon örülök. És nem fázol? Nem. Mit lehet játszani ilyenkor? Szánkózni szoktunk, hóembert szoktunk építeni. A hétfőn várható újabb havazás miatt az illetékesek nagyobb mennyiségű sót, valamint kőzúzalékot is bekészítettek.